Köszöntöm Önöket! A mai adásban a 150 éves Budapestet ünnepeljük, hiszen 1873. november 17-én írták alá azt a törvényjavaslatot, amely Pestet, Budát és Óbudát egyesítette, és létrejött az egységes Budapest. Hamarosan megtudhatják, hogyan tárulnak majd fel a főváros múltjának titkai a Budapesti Történeti Múzeumban. Előbb azonban azt a különleges kiállítást mutatjuk be, amely a virágkorát élő századfordulós várost idézi meg. Egyedülálló fotónegatívokra bukkantak nemrég a drezdai Deutsche Fotothek gyűjteményében. A képeket ugyanis egy német képeslapgyártó cég munkatársai készítették Budapesten az 1900-as évek elején. A főváros születésnapja alkalmából rendezett kiállításon most Önök is megismerhetik ezeket a felvételeket, amelyek egyedi perspektívából mutatják be a várost. Nyüzsgő városi forgatag az utcák léptek zajától, a villamosok csilingelésétől és a lófogató kocsik zajától hangos. A házak falai reklámok és üzletek feliratai olvashatók. Így nézett ki a Rákóczi és a Nagykörút kereszteződése még a motorizáció térhódítása előtt 1912-ben. Hasonló fotók akkoriban százszámra készültek Budapestről, amely a századfordulón kezdett világvárossá fejlődni. A Nemzeti Galéria új kiállításán bemutatott képek is ebben az időszakban készültek. A felvételeket a Brück & Zohn képeslap készítő cég fotografálta 1903 és 1912 között. A fotók egy része képeslap formájában korábban is ismert volt. A Fortepán munkatársai viszont a drezdai Deutsche Fotothek gyűjteményében rábukkantak a városfotók Magyarországon eddig ismeretlen negatívjaira. Ennek köszönhetően most új nagyításokat lehet készíteni, így az emblematikus épületek mellett a nagyvárosi hétköznapok mikroeseményei is láthatóvá válnak. De itt igazából a fiatal metropolis látjuk, tehát a 19. század második felében, a dualizmus korában épül ki Budapest, egészen elképesztő tempóban, tehát viszonyú gyorsan egyrészt a lakosság is nő, és az épületek gombamód nőnek ki a földből, és tulajdonképpen ezt a fiatal várost látjuk, még a 20. századi zivatarok előtt, tehát még az első világháború előtt. Ugye nagyon sok mindennek kellett egyébként ehhez összejönnie. Egyrészt ugye Budapestnek elég nagynak és izgalmas helynek kellett ahhoz lennie, hogy egy német képeslap kiadó fantáziát lásson abban, hogy 500 képeslapot kiadjon erről a városról. Tehát Budapestnek fel kellett nőnie a feladathoz. Másrészt a képeslapnak ez volt az aranykora, az 1900-tól 1914-ig tartó időszak körülbelül. Utána már jöttek ugye az új kommunikációs eszközök, mint a telefon, és ezek visszaszorították. Harmadrészt pedig az idegenforgalom is például meg kellett nőjön, hogy legyen értelme képeslapot küldeni, ehhez a vasút elterjedésére volt szükség, és az analfabetizmusnak pedig vissza kellett szorulnia, tehát ugye egyre szélesebb rétegeknek volt a közoktatásban részük, és ezáltal tudtak egyrészt ugye írni és elküldeni a képeslapot, másrészt fogadni, és egyébként nem csak fogadni, hanem gyűjteni. Ugye ez egy nagy szenvedély volt, hogy gyűjtötték a mindenféle egzotikus tájakat, és ilyen albumokban rendezve mutatták a hozzájuk érkező vendégeknek az emberek a mindenféle érdekes, izgalmas helyeket, amikre a képeslapokat kapták. A Brück & Zohn képeslap készítő céget még 1793-ban alapították, és egészen 2019-ig, vagyis 226 éven keresztül működött a vállalkozás, amely több mint fél ezer féle képeslapot készített Budapestről. A légképeslapok azért születtek, az ide látogató hazai és külföldi turisták elküldhessék az akkori SMS-t haza, hogy köszönjük, megjöttünk, jól vagyunk, ezt majd látni fogják, ennél több nem is nagyon férhetett rá egy levelezőlapra, és ebből 500 példányt készítettek a magyar piacra. Tehát ez a levelezőlapoknak ugye üzleti szándéka születtek, de egy olyan szemmel, hogy megmutassa a Budapest legfontosabb, legizgalmasabb helyeit és legszebb épületeit. Ezek, ne felejtsük, ezek nagy része mind rendkívül új volt a magukorában, nagyon fiatal, néhány éves vagy akár csak néhány évtizedes épületekről volt szó és helyszínekről, és megmutatja a városnak azt a pompáját,
amelynek egy részét ma már sajnos nem láthatjuk, hiszen azért időközben egy világháború is végigdult a várost és pusztította, de erre is rámutat a kiállítás, amely mondtam, nagyon sokrétegű, nagyon izgalmas, nagyon játékos is, hiszen a veszteségekre is rámutat, és nem csak a ismerős helyszínekre tekintünk vissza a 100 év ezelőtti kamerával. A képeslapokhoz használt felvételeket gyakran színezték és retusálták is. Ugye elkészült fekete-fehér képeslapként, aztán kézzel színezett verzióban, és mivel ugye Németországban képzelet útján színezték ezeket, tehát ez nem valós színezés volt, nem ott ült az emberke és valóságot próbálta reprodukálni, hanem Németországban elképzelt, hogy milyen lehet ez a színház. Ezért úgy gondoltuk, hogy a mai technikával ugyanezt megcsináljuk, és a mesterséges intelligencia programnak is odaadtuk a fekete-fehér képet. Ő erre jutott, szerintem egyébként ő egy kicsit ügyesebb volt ebben az esetben. Aztán amikor nem találták elég izgalmasnak a képet, akkor itt például egy ilyen esőerdő jelentet retusáltak a vár oldalában, ami egy elég furcsa ötletnek tűnik, de meg is jelent képeslapként, tehát úgy érezték, hogy az jó sikerült. És itt pedig hozzáadtak embereket, tehát amikor például ebben a kép, ezen meg ezen a képen is az előteret nem elég mozgalmasnak ítélték meg, akkor ide három embert retusáltak a Washington szobor elé, a parlamenti átkelő hajóhoz pedig még vagy ötöt, tehát hozzáadtak embereket is. Itt vannak a budai képeslapok, a Dunával kapcsolatos képeslapok és a túloldalt pedig a Pestet ábrázoló képeslapokban lehet böngészni. Ez ugye az eredeti méret, megint csak ez a kis 914 cm-es, amit akkoriban használtak. Ide nem fért el az összes képeslap, ezért ezen az érintő képernyőn meg lehet nézni mind az 500 képeslapot, és egyébként itt lehet látni, hogy Budapesten belül körülbelül mi érdekelte a Brück kiadót. Egyébként a legtöbb képeslapot azt a Gellért-hegyi panorámáról készítették, tehát amit annál nem fényképeztek le, az nincs is. A kiállítás másik része a hivatalos képeslapfotókon túl egyfajta szubjektív nézőpontból mutatja be a századfordulós Budapestet. A tárlaton ugyanis a tehetős fővárosi vállalkozó és hobbifotós Soch Frigyes felvételei is láthatók. Ő 1900 körül egy sztereókamerát vásárolt, és a monarchia számos részét bejárva egyedülálló gyűjteményt hozott létre. Természetesen a fő látványosságok, amik akkor a legeslegújabb high-tech épületek voltak, ugye az éppen elkészült Erzsébet hídtól, az éppen elkészült parlamentig, természetesen ezek megjelennek, ezek fő témái voltak a fotóknak. Hát a technikájukról pedig azt érdemes tudni, hogy főleg ugye a sztereófénykép az, ami egy izgalmasabb technológia, ugye itt a térlátásunkra alapszik ennek a technikája, és 6 centi széles, vagy 6,5 centire ülnek egymástól a szemeink, és két objektívje van annak a kamerának, ami ehhez fényképez. Tehát két kép készül, és ezt a két képet különállóan egy speciális nézőben kell visszanézni, és akkor az agyunkban létrejön ez a képzeletbeli, térbeli élmény. Úgyhogy ez egy speciális technikát igényelt ezeknek a képeknek az elkészítése. A különleges digitalizált felvételek a Fortepán fotóarchívumában is elérhetővé válnak. Az egykori Honvéd főparancsnokság dísztéri épületében kap új helyet a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. A Kallina Mór által tervezett épületet a II. Világháború után visszabontották, most pedig a Nemzeti Hausmann program részeként a századfordulós formájában állítják helyre. Nem csak a palota látogató központjaként, kulturális és turisztikai kapujaként működik majd, de 2500 négyzetméternyi területen hadtörténeti kiállításoknak is otthont ad a jövőben. Budapest 150. születésnapja alkalmából egész napos a Város Egyesítés évfordulójához kapcsolódó programokkal várja a látogatókat szombaton a Vármúzeum. Ezen a napon nyílik meg például az egyedülálló gótikus szoborleletet és a Magyar Anzsú címeres Selyem trónkárpitot bemutató felújított kiállítás is. A részletekkel kapcsolatban vendégünk Felberma Judit, a múzeum főosztályvezetője.
köszöntöm itt nálunk a stúdióban, és köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Ugye a gótikus leletegyüttes, szoborleletegyüttes 1974-ben került elő. Ugye most ez a kiállítás majd megújul, ami ezt a leletet bemutatja, de miben, hogyan próbálják meg még vonzóbbá tenni a látogatók számára, és egyáltalán miben áll ennek a leletnek a jelentősége? Így van, ez a híres és a szenzációs gótikus szoborlelet, mi csak így szoktunk rá gondolni, meg így is emlegetjük. Ahogy ön is említette, 1974-ben Zolnay László volt az, aki az ő vezetésével került feltárásra ez a csodálatos leletegyüttes, amely Zsigmond korabeli leletegyüttes. Igazából egy ásatás során kerültek elő különböző darabokban ezek a leletek. Egy betömött kútnak a mélyéről, és hát ő rögtön látható volt, a régészek rögtön látták, hogy ez milyen jelentőségi, ugyanis teljesen egyedülálló ebben a térségben ez, és ezért is hívjuk szenzációs szoborleletnek, mert a története is nagyon érdekes, illetve az, hogy tulajdonképpen hogy kerültek ide, máig tisztázatlan, hogy kerültek ebbe a megtalált helyre a szobor leletek. Ezeknek nagyon-nagyon sok része torzó, tehát a darabokat összeállítva sikerült ezeket valamilyen szinten párosítani egymással a különböző darabokat. Némelyek festettek voltak, ez már a mai szemmel alig-alig látható, de erre az új kiállítás egyébként föl is hívja majd különböző anyagokkal a látogató figyelmét, mert ma, ha bemegy a látogató ebbe a szoborlelet kiállításba, ami eddig látható volt, nagyon impozáns, letisztult kék felületből tűnnek ki ezek a gyönyörű ilyen tört fehér, tehát szobor, teljesen natur szobrok. De így amelyen képzelnénk el egy igen, mai szobrot is sokszor. Igen, és hát csodálatos alakok, és ezeken az alakokon nagyon jól megfigyelhető a viselet történet. De ami még érdekes, hogy nagy valószínűséggel ezeket a szobrokat különböző európai mesterek készítették, ráadásul azért is fontos a jelentősége ezeknek a szobroknak, mert hogy ezek a szobrok nagy valószínűséggel nem voltak igazából használatban, tehát nem történt meg ezeknek a helyükre helyezése, és ezért egy ilyen különleges titokzatosság az, ami körüllengi őket, és hát ez a kiállítás fog megújulni. Nagyon régen szerettük volna ennek a megújítását, és ez sok-sok kérdést vetett föl, főleg restaurátorok munkájához kapcsolódó kérdéseket, ugyanis a szobrokat nem tudtuk most még restaurálni, és nagyon aggályos a mozdításuk ezeknek a szobroknak, úgyhogy tulajdonképpen a dizájn változik, tehát az a kiállító tér egy ráncfelvarráson megy keresztül, új kárpitot kapnak azok a elemek, amelyeken nyugszanak most ezek a szobrok, illetve információban is, tartalomban is megújul, új tablók lesznek, új multimédiás eszközök lesznek, új interaktív elem lesz, és hát ennek a szoborleletnek egy kiegészítő tárlata volt mindig is. A másik szenzációnk, ami 1999-ben került elő, ez a Magyar Anzsó Selyem trónkárpit, ami pedig egy kútból egy sárcsomóként került elő, és a restaurátorok itt is szintén meglátták a textil maradványokat, és ez a tér is megújul. Ezt együtt szoktuk emlegetni, tehát az Anzsó, Magyar Anzsó Selyem trónkárpit és a gótikus szoborlelet, úgyhogy ezen a november 18-ai eseményen, ami Budapest napja, egy nappal a hivatalos Budapest születésnapja után, ugye 150 éves a város, ebben a programban, ami nagyon sokrétű lesz, egy kiemelt szerep jut ennek a kiállításnak az újranyitásának, és hát önképpen programok, vezetések, egy rendhagyó színházi előadás is társul ebben a térben. De ez csak egy program a sok közül.
Majd mindjárt ezekről is beszélünk, csak egy pillanatra félbeszakítanám, a legújabb kutatási eredményeket mennyire teszik majd láthatóvá, hiszen említette azért, hogy számos kérdőjel van még a Lelet együttessel kapcsolatban, akár a szobor, akár pedig ugye az Anzsú Kárpittal kapcsolatban. Ezeket a kérdéseket is felteszik, majd vagy láthatóvá teszik a kiállításon, hogy a történészek mi mindennel próbálnak megküzdeni, vagy mik azok a fehér foltok, azok az üres helyek, amiket megpróbálnak kitölteni? Igen, igyekszünk a kétségeinket is, és ezeket a máig tisztázatlan témákat is előhozni. Szóval mindenféleképpen mi azt szeretnénk, hogyha ezek a szobrok, és ezeknek a szobroknak a története ezáltal is közelebb kerül a látogatókhoz, hogy ezekről a fehér foltokról is információt adunk, és nem hallgatjuk, hiszen a régészetnek és a történelemtudománynak ez egy nagyon fontos kihívása, hogy be kell látnunk, hogy nem tudunk mindent, és lehet, hogy nagyon sok kutatás és tanulás az, ami elvisz majd minket, vagy a végső válaszig, vagy egyszerűen tényleg belátjuk, hogy ezzel nem tudunk dűlőre jutni. Szóval természetesen igen, úgyhogy én nagyon jó szívvel ajánlom, hogy nézzék meg ezt a csodálatos, tényleg egyedülálló Zsigmond Kori szoborreletet, csodálatosak. Úgyhogy, és ha már itt tartunk, akkor csak egy mondat arról, hogy a múzeum kiírt egy meseíró pályázatot gyerekeknek, hogy mi történhet a múzeumban, amikor lekapcsolódik az utolsó villany is, és a látogatók is elhagyják a múzeumot, mi történik a tárgyakkal. És a gyerekek kiválasztottak tárgyakat, és közel 60 pályázat érkezett, és a legnépszerűbbek voltak ezek a középkori szoborreletek, megelevenedtek, és ebből egy mesekönyvet adtunk ki a közelmúltban. Egy másik uralkodó Zsigmond mellett, aki meghatározó volt nem csak az ország szempontjából, de Buda szempontjából is, Mátyás király, hát az ő története is valamilyen módon azért megelevenedik majd ezen a születésnapi programsorozaton. Méghozzá Mátyás asztrológiai és asztronómiai múltját próbálják majd megeleveníteni. Hogyan? Igen, lesz egy vezetésünk, nagyon sok vezetés lesz, összesen 7 középkoros vezetésünk lesz. Ezek rendhagyóban mini vezetések, és egymás után következnek, és ebben a sorban az első lesz ez a bizonyos csillagjóslás Mátyás korában, a csillag a holló udvarában, vagy a holló a csillag udvarában, javítson ki. Csillagok a holló udvarában. És igen, egy kutatás eredménye ez a vezetés, hogy valóban Mátyás idején mennyire kiemelt szerep jutott Mátyás uralkodása idején, illetve Mátyás személyes érdeklődésében is kiemelt szerep jutott ennek a tudományágnak, és ebből is egy kis ízelítőt kaphatnak a látogatók, ugyanis van egy olyan terünk, a Korvinák tere, ami tulajdonképpen megjelenésében arra emlékeztet minket, és a látogatóknak is ezt szeretnénk üzenni, hogy volt egy olyan tér a Mátyás udvarában, amelynek a mennyezetére az a csillag állás, az ég annak a csillagállása volt felfestve, amikor Mátyás cseh királlyá koronázták. Tehát, hogy ennek a tudományágnak a reneszánsz korban, amiről tudjuk ugye, hogy nagyon-nagyon gazdag, tudományos jelentőségű felfedezések történtek, hogy hogyan alakul, hogyan befolyásolja az uralkodót, az akkori látásmódot. Úgyhogy ez az egyik olyan vezetés, amire várjuk a látogatókat, és ezt követi sorban a Fény és Árnyék című Budapest 1000 éves története című kiállításban középkoros történész kollégáknak a mini vezetése, amely tényleg a honfoglalástól egészen a középkor határáig, tulajdonképpen a kézművességgel egy középkori kincsleletet lehet megnézni nálunk. Tehát olyan leleteket, olyan tárgyakat emelünk ki, amelyek eddig is ott voltak a Fény és Árnyék című kiállításunkban, de most nagyobb jelentőséget, szerepet kapnak a látogatók, tényleg a első kézből a történészeink által közelebb kerülhetnek ezekhez a leletekhez. És hát a fürdőkultúrát is megpróbálják valamiképpen bemutatni, hiszen ugye Budapest ma is híres a fürdőiről. Melyek ezek a helyszínek? A Fény és Árnyék kiállításunkban a Rudas fürdő az, ami meg is jelenik egy kis
modellként, tehát hogy meg lehet tekinteni, és szintén az egyik kolléganő az, aki ezt a történetet kutatta, és mi mennyire meghatározta már ugye a törökkori építkezések és a fürdő kultúra, akár tényleg Budapestnek a mai arculatát, és úgyhogy ez is az egyik kiemelt programunk. Tehát ezen kívül tovább megyünk a korokban, és ahogy a Fény és Árnyék című kiállításunk az 1000 évet taglalja, úgy megjelenik, illetve szerepet kap egy olyan jelentős műtárgy, mint a Kolumbia nyomdagép, ami több mint 200 éves, és beüzemeljük. Ezt évente kétszer beszoktuk üzemelni ezt a nyomdagépet, mert ahogy a vándor nyomdászunk, aki jön és nyomtat egész nap, elmondta, jót is tesz neki. Tehát, hogy kell, hogy ez egyébként műtárgy az ő felügyeletével, aki szakember, néha bizony beüzemelésre kerüljön. Úgyhogy nyomtatunk, csodálatos kliséket hoz majd, úgyhogy egész nap lehet megcsodálni. Egyébként impozáns tárgyat is, mert ez egy gyönyörű tárgy, összesen 3 van belőle az országban, és itt nálunk az egyik. Úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon klassz esemény lesz. És hát ami még fontos, hogy egész nap állomásról állomásra lehet majd járni a házban, és megint csak első kézből tudhatnak a látogatók különböző történeti korokba bepillantani, hiszen már megszokott, hogy mi népesítjük ilyenkor a házat hagyományőrzőkkel, úgyhogy a Mari Temporis Hagyományőrző Egyesület lelkes, hát mondhatnád, tehát élő interpretátorai fognak hozzánk érkezni, különböző viseletekben, ők azok, akik tárgyakat hoznak, és egy-egy standnál lehet játszani velük, beszélgetni a korabeli szokásokról, étkekről, öltözködésről, divatról, úgyhogy őket 5 helyszínen találhatják majd meg a mi látogatóink, és tulajdonképpen azzal, hogy Budapest születésnapjának szervezünk egy ilyen nagyszabású rendezvényt, mi arra törekszünk, hogy lefedjük tényleg azt a nem csak 150 évet, ami ugye a egyesítéstől, hanem visszamegyünk egészen a kezdetektől, és tényleg egy ilyen nagy merítésben minden korszakot igyekszünk megmutatni. Hál' Istennek a kiállításaink erre lehetőséget adnak, mert tényleg a középkortól az újkorig minden látható itt nálunk. Mik voltak a fő szempontok, amikor nekiláttak a programsorozat összeállításának? Hát talán pont ez, hogy mind tartalmában, mind pedig nagyszabású kivitelezésében is olyan legyen, ami méltó a főváros születésnapjára, és hát természetesen az, hogy minden korosztály megtalálja benne a maga kedvére valót. Így tényleg lesznek zenés produkciók, érkezik hozzánk egy romai ifjúsági színjátszó csoport Széchenyből, mert hogy a múzeum már sokadik alkalommal helyt ad a roma közösség kultúrájának, hogy megismerhessük, hogy milyen nagyszerű művészek és kezdeményezések születnek a városban, az országban, a roma közösség jóvoltából. És este pedig a nagy koncertünk, Szabó Balázs érkezik majd 7 órától a Barokk csarnokba. És ami még megelőzi ezt a napot, mert hogy itt nem csak egy napról van szó, hanem mi előző nap, a születésnap előestéjén is készülünk egy programmal, folytatódik a Nekem Budapest pódiumbeszélgetés sorozat, és Kolovratni Krisztián lesz most a beszélgetések vezetője, és Bódis Kriszta, Oltai Kata és a harmonika művész Dávid Jengibarian fog vele beszélgetni arról, hogy mit jelent számukra Budapest, a budapesti identitás. Úgyhogy elkezdjük már a programokat november 17-én este, és másnap egészen szerintem egy olyan 8 óráig a koncerttel együtt folytatódni fognak a programok. Úgyhogy rendkívül sokrétű lesz most ez. A sok éves tapasztalat mit mutat? Mennyire ismerik a budapestiek a főváros történetét? Nyilván nem kötelessége senkinek, hogy minden utcát ismerjen, és minden utca történetét. De azért nagy vonalakban azt gondolom, hogy illene. Igen, és hát ezért vagyunk mi, a Főváros Múzeuma,
a Budapesti Történeti Múzeum, és azért tulajdonképpen rendezzük ezeket a programokat, hogy azok is bejöjjenek a múzeumba, akik egyébként lehet, hogy egy hétköznap, vagy egy egyszerű hétvégén talán nem jönnek hozzá. Ez egy hosszú távú cél, igen, hogy akik ma esetleg eljönnek egy koncertre, egy ilyen szórakoztató, blazár programra, azok kedvet kapjanak ahhoz is, hogy egy picit komolyabb, akár egy táratvezetésre, vagy egy előadás sorozatra is feljöjjenek a várba, és rosszul is mondtam, ez a feljöjjenek a várba, ez egy annyira nehéz kifejezés, hogy eljöjjenek a várba, mert ugye ez a múzeum a miénk, fővárosiaké, úgyhogy ez a célkitűzés. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt járt nálunk. Nézz madárnak címmel nyílt kiállítás a Hegyvidéki Önkormányzat folyosó galériáján. A képeket Tóth László természetfotós készítette, akit már gyermekkorában lenyűgözött a madarak világa. Éppen ezért a fotók célja is részben az, hogy bemutassa a madarak életének sokszínűségét. A fotós gyakran hosszú órákat vár a megfelelő helyzetekre, és a hétköznapi ember számára szabad szemmel nem nagyon érzékelhető pillanatokat szereti megörökíteni. Friss Kultúrponttal minden szerde este 8 órakor várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!